Bemelegítéssel készültek a futásra a Nagy Családosok Tolnai Egyesülete által szervezett családi napra kilátogatók. A szervezők az egészséges életmódhoz és a testmozgáshoz kapcsolódó versenyeken kívül számtalan egyéb programmal is szórakoztatták a résztvevőket. A csepergő eső ellenére is jól érezték magukat a baráti társaságok. Én nagyjából az összes játékot kipróbáltam, és nagyon tetszik. Én indultam az alsós fiú. Összesített be a lányok, a hátulról a negyedik. Nagy Nikoletta szerint nem a versenyeken elért eredmény a lényeg, hanem hogy mindenki jól érezze magát a programokon. Voltam az ugrálóvárban, és szerintem tök jó, hogy volt futás, mert hiába nem lettem első helyezett, attól még élveztem, és még egy élmény. Berecki Kármen azért hagyta a tapadós óriásdárcot a legvégére a játékok közül, mert azt találta a legnagyobb kihívásnak. Nagyon tetszett eddig a nap, voltam már az ugrálóváron, részt vettem a futóversenyen, és harmadik lettem. Azok is jól érezték magukat a programokon, akik valami miatt nem vehettek részt az ugrálós feladatokban és a sorversenyeken. Nagyon jól érzem magamat, semmit nem próbáltam ki, mert sajnos gipszbe van a lábam. Azt hiszem gulyást levesz, főz a papám, de nem tudom pontosan. Lehet valami pörköltet. Váci Antal Judit, a Nagy Családosok Tolnai Egyesületének elnöke elmesélte, a közösséghez tartozó tagok önkéntesen, szabadidejüket nem sajnálva segítkeznek az Egyesület bármely rendezvényén. A Nagy Családosok Tolnai Egyesülete minden évben megrendezi a Családi és Sport Napját. Ez számunkra egy hatalmas esemény, mert mi nagy résztvevővel vagyunk jelen mindig ezen az eseményen. Ilyenkor általában készülünk ugye sorversenyekkel, futóversenyekkel, ma pedig meglátogat minket a mini egér, sőt Pestről fognak érkezni Marvel figurák, itt lesz velünk a Deadpool, ezen felül a Pókember, lesz még velünk egy klónkatona, bár nem Marvel figura, de ő is velünk lesz, és készülünk még mindenféleképpen habpartival, majd Micike Bohóc műsorával, szerintem, és jó kis főzőcskézéssel, úgyhogy szerintem egy szuper napnak nézzünk elébe. Vegyes pörkölttel készülünk, úgy gondoltuk, hogy itt a 30 fokban talán ez az olyan étel, amit el tudunk úgy készíteni, hogy ez tökéletes legyen, és szerintem egy szuper séf csapatunk van, úgyhogy biztos, hogy nagyon finom lesz. Az egyesület vezetői mindig arra törekednek, hogy korosztálytól függetlenül mindenki találjon saját maga számára érdekes programot és kikapcsolódási lehetőséget. Ennek szellemében állítják össze rendezvényeiket. A rendőrségnek is nagyon szépen köszönjük, amire eljöttek hozzánk, mint a közlekedési biztonság, mint a bűnügyi osztálynak az emberei is megjelentek. Ezen felül pedig ugye a motoros rendőr és a rendőrautót is meg lehet nézni a gyermekek számára. Ez mind prevenció is a gyermekeinkre nézve, mert szeretnénk az, hogy lássák, hogy hogyan tudjuk megelőzni esetleg a baleseteket, akár biciklivel, akár motoros járművel, de ezen felül példaértéket is szeretnénk mutatni, hogy mennyire fontos a biztonság manapság. Számunkra ugye ez azért ilyen nagyon fontos ez a mai esemény, mert idén ünnepelte az Egyesületünk a 25. évét, vagyis 25 éve alakult meg a Nagy Családosok Tolnai Egyesülete. Így egész évben ugye ez a programsorozat, ez a 25 év, ami átöleli az egész évünket. Majd a következőnk egy hónap múlva egy erdélyi túra lesz, ami egy nagyon nagy vágyálmunk volt az Egyesületbe. Egy 83 fős busszal fogunk részt venni az erdélyi kiránduláson, azután pedig augusztusban egy kajak-kenu túrán veszünk részt, ami szintén 4 napos, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan programsorozat, amiben, hogyha a kisgyermekesek nem is tudnak mindegyiken részt venni, de minden korosztály megtalálja az egyesületünkben számukra kedvezőt. Vargáné Kunz Torsolya, a Nagy Családosok Országos Egyesületének Alduna szakaszához tartozó régióvezetője szerint a Tolna megyei szervezetek összefogása példaértékű a rengeteg program és kirándulás szervezésében. A Nagy Családosok Tolnai Egyesülete az Alduna régió tagja. A Nagy Családosok Országos Egyesületének 7 régiója van, és ebből egyik az Alduna. És egyébként egy nagyon teljesen olyan rendezvényt szerveztek, amilyen az egyesület, mert ugye egy sportos egyesület, nagyon sokat csinálnak ilyen sorversenyeket, sokat kirándulnak, sokat biciklis túrákra mennek, tehát szerintem egy nagyon, nagyon összeszokott jó kis csapat. 25 évesek,
És hát a Noén belül is több eredményt tudhatnak magáénak. Az egyesületen belül ugye az Éva, aki 21 évig volt elnök, Noé díjazott, Hűség díjazott, Széles András Noé díjazott, Antal Zoltáni Noé díjazott, ami egy nagyon nagy elismerés a Nagy Családosok Országos Egyesületén belül is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy meghívtak erre a rendezvényre, mert hogy sikerült ezen a gyönyörű helyen, voltam itt már egyszer egy vezetői találkozón, és nagyon-nagyon szép a környezet. Én tulajdonképpen ajánlom minden embernek, hogy jöjjön el egyszer, akár csak itt családilag ide. És tulajdonképpen Tolna megye a gerince. Tehát a 18 egyesületből 10 van Tolna megyében, kisebb, nagyobb egyesületek, ugye a Tolnai Egyesület 50 tagcsaláddal tartozik hozzánk, de van 30 fős, 20 fős tagcsaládok, és ez azt jelenti, hogy közösen mindig könnyebb. Tehát, hogyha egy egyesülethez, egy szervezethez tartozunk, akkor könnyebben tudunk rendezvényeket megszervezni, könnyebben tudjuk a gyerekeinket olyan helyekre elvinni, ahova esetleg nem juthatnánk el. A közösségi létnek egy jó formája, a civil életnek egy jó formája az egyesületi lét. A nap fénypontja a vegyes pörköltön kívül a tűzoltóság által a gyerekek számára rendezett hopparti volt.